Oroszországban még mindig nem lassul a koronavírus járvány terjedése. Az azonosított fertőzöttek száma napról napra emelkedik. Ennek ellenére az országban enyhítettek a járvány terjedésének megfékezése céljából bevezetett korlátozásokon. Ismét üzemelni kezdtek a vírus következtében leállított ipari vállalatok, és újraindultak az építkezések. Ezzel szemben mindenki számára kötelezővé teszik a szájmaszk és a kesztyűviseletét. Olaszországban ismét ugrásszerűen megnőtt a fertőzöttek száma Lombardia tartományban. A legfrissebb adatok szerint több mint ezer új fertőzöttet regisztráltak, de a szakemberek szerint a betegek több mint fele már korábban elkaphatta a vírust. Az olasz gyógyszertárakban hiányziké vált ismét a szájmaszk. Franciaországban is számos óvintézkedést visszavontak. Újra nyitják az óvodákat és az általános iskolákat. A gyerekek intézménylátogatását azonban nem tették kötelezővé, és néhány iskola a korlátozás feloldása ellenére sem nyitotta meg kapuit. Az Egyesült Királyságban a legújabb adatok alapján továbbra is tombol a járvány. Ennek ellenére a Szigetországban is tervezik az enyhítések bevezetését. Boris Johnson, brit miniszterelnök az üzleti élet újraindítását szorgalmazza, emellett a tömegközlekedés helyes használatára hívja fel a figyelmet. A brit kormány fő 14 napos karantént helyezett kilátásba a külföldről érkezők számára. A tervek szerint júniustól egyes boltok mellett az iskolák és az óvodák is kinyithatnak. Spanyolországban csökkenőben van a napi fertőzöttek száma. Egyes tartományok területén a kisebb boltok és kávézók teraszai is megnyitottak. A tervek szerint péntektől minden külföldről beutazó személynek kéthetes kötelező karanténba kell vonulnia.